Miután a kiesés elleni harcban a legnagyobb rivális, a Biharkeresztes legyőzte a Nyiradonyt, így a rózsaszín mezes Kaba otthonából mindenképpen ponttal, esetleg pontokkal szerettek volna hazautazni a narancssárga mezt öltő PLE futballistái. Tapogatózó első negyed óra után a 15. percben Erdős vezette fel a labdát, Magyarorsi Jánostól Karacs elé került az, akinek a lövése a kapufa felső lécét súrova ment fölé. Egy percet sem kellett várni a kabaiak válaszára, ők is a felső lécet találták telibe, majd a kipattanót szerencsénkre fölé vágták. A 17. percben ordító gólhelyzetet hagytunk ki. Karacs vezette fel a labdát, s a kilépő védők között forintos labdával szöktette Erdőst, aki azonban mellé lőtt. Óriási helyzet volt. Következtek a hazaiak ezúttal szabadrúgásból, ám aranyos, bravúros vetődéssel hárított. 4 perccel később Karacs is megcélozta szabadrúgásból a kaput, de ez sem járt eredménnyel. A 36. percben tört meg a gólcsend. Egy felszabadítás után a védőink megfeledkeztek a kabaiak legveszélyesebb támadójáról, Plókairól, aki könyörtelenül ki is használta a kínálkozó lehetőséget. 1-0 oda. A bekapott gól nagyon megzavarta a mieinket, s ez újabb kabai helyzeteket eredményezett. A 40. percben ezt még megúsztuk. A félidő utolsó percében aztán már nem volt mentség, ám az újabb kabai gólhoz Baranyai labdavesztése is kellett. E váratlan fordulatot remekül aknázták ki a rózsaszín mezesek, a túloldalra átfordítva megoldhatatlan helyzetbe hozták az igencsak lassan visszazáró védelmünket, s már is megvolt a második kabai találat. A szünet utáni első gólveszélyt az 55. percben Plókai 19 méteres szabadrúgása jelentette. Igen, csak langyos volt a játék, s ezt a 64. percben Szabó Zsolt unta meg. Egyedül tört kapura, s próbálkozását egy kiharcolt büntető jutalmazta. A 11-es pontra letett labdát Petrovics vágta a hálóba, visszahozva a pontszerzés reményét. Negyed órával a vége előtt Plókai ügyes kényszerítőzés után került zicserbe, ám emelése nem csak aranyoson, hanem a kapunkon is átszállt. Rögtön az ezt követő ellentámadásból jöhetett volna az egyenlítés. Szabó Zsolt kapott egy kiváló indítást, ám ahelyett, hogy elgurította volna a kapus mellett a labdát, cselezésbe bonyolódott, így visszaértek a védők, akik a duplázását a gólvonalról hárították. Az elszórakozott egyenlítési lehetőség aztán megbosszulta magát. A 80. percben nem sikerült megállítani a vendégek támadóját, aki a bal összekötő helyéről bődületes nagygólt ragasztott a jobb felső sarokba, kialakítva a 3-1-es kabai győzelmet. A mieink ezzel a vereséggel visszacsúsztak a tabellán a 15. helyre, azaz kieső pozícióból kezdhetik meg a bajnokság véghajráját, amelynek első állomásaként vasárnap 17 órától polgárcsapatát fogadják.